A videót támogatta az Autócentrum Szabó, ahol 11 automárka több mint 1000 akciós ajánlatát találod, új autódat pedig akár online, házhozszállítással is megrendelheted. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt, 1976 óta van velünk a Ford Fiesta, azóta pedig az összes generációs modellből több mint 16 milliót értékesített a vállalat, ami jól mutatja, hogy még mindig van igény egy ilyen kis autó iránt, hát még az elmúlt évtizedekben mennyire sikeres volt ez a modell. 2016-ban pedig már a 7. generáció gördült le a gyártó sorokról, ami takarékosabb, biztonságosabb és kényelmesebb lett az elődeinél. 2022-ben pedig elérkezett a ráncfelvarrás, vagyis a faceliftnek az ideje, én pedig megkaptam ezt a modell tesztelése méghozzá az Autócentrum Szabónak a jóvoltából, ráadásul ilyen gyönyörű kék színben. Kíváncsi voltam tehát, hogy mit tud az 1 literes mild hybrid erőforrással szerelt autó, mennyire dinamikus mondjuk autópályán, mennyire jól használható a városban, milyen fogyasztás hozható ki belőle, és akár több személy számára is, mennyire mondható tényleg jó utazás autónak, vagy kényelmes városi kis autónak. Az a baj, vagy éppen az a jó, hogy én imádom, hogyha valami nem fekete, fehér, vagy éppen szürke, hanem egy kicsit extravagánsabb színben érkezik hozzám, és így a Ford Fiesta is már rögtön első blikre megtetszett nekem. Az Autócentrum Szabótól szerencsére ez az árnyalat, amiben jött, ez szerintem nagyon üdvözítő. És hát alapvetően az autó egyébként nyilván egy pici autó, hiszen alig több mint 4 méter hosszú és 2493 mm-es a tengelytávja, de ahhoz képest, hogy egyébként aprócska jármű, azért nyilván nem olyan kicsi, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt a kis autók, és már sajnos ez a kategória kezd is kikopni az autóiparból, pedig szerintem igenis szükség van rá, hát nem véletlen adott el annyit belőle a Ford az elmúlt évtizedekben. És a helykínálat az rendben van, elő nagyon szépen le lehet ültetni az ülést, szóval mély üléspozíciót vehetünk fel, és még a 185 cm-es magasságomra beállított ülésnél is van még hely hátul, persze szűkösen, szóval egy ugyanekkor ember már nem fog kényelmesen utazni, de lényegében négyen is el lehet férni egy ilyen autóban. Ami látszódik, hogy elől igazából a motorráztető nincsen túl domborítva, középen van egy ilyen kis kitüremkedése, de valamennyire sportos és egy kicsit visszafogott is. Az új első lámpák pedig már ebben az esetben ledesek, de halogén fényszorokkal is, ha jól tudom, akkor megvásárolható az autó. Nyilván ez a ledes menetfény is, ami előtt található, ez azért sokkal szebbé, illetve modernebbé teszi az autót. És ott persze pont most a repülő, nyilván. Ami egyrésztről dicséretes, hogy jól néz ki a lökhárító. Ezek a különböző ívek, illetve vonások mindenképpen feldobják az autónak az elejét, pláne ez a krómelemekkel díszített hűtőrács, és most már a Ford embléma sem a motorvezető előtt található, hanem a hűtőrácson. Szerintem egyébként így esztétikusabb és jobban is néz ki az autó, viszont ez a kamu ilyen légbömlő, vagy mintha oda ködlámpát akartak volna szerelni, ez kevésbé esztétikus, de annyi baj legyen. Oldalról azért ami látszik, hogy sportos az autó, és jók a formák, tehát az övvonal szépen az első kerékjárati ívtől kezdve fölfelé végigfut, az mindenképpen jól néz ki, van egy kis homorítása az első ajtónak, ami azért áttevődik egy kicsit a hátsóra is, szóval innen azért szerintem dög az autó. Más kérdés, hogy ezen a felszereltségen még előtt tárcsa, hátul pedig dobfék jár, az ST-Line-nál már azért hátul is tárcsafékeket találunk, de itt sem éreztem azt, hogy gyenge lenne a fékhatás, szóval szerintem rendben van, a hátsó üvegek ráadásul sötétítettek, és ami látszódik, hogy itt van egy ilyen kis C-oszlopszerűség, hogy felfele megy egy ilyen uszonyszerűség, és ott szűkül egyébként az üveg, de nem vészes, tehát hátul sem fogjuk úgy érezni, hogy bunkerszerű élmény fogad minket. És akkor menjünk hátrafele, hiszen azért itt már kevésbé izgalmas az autó, olyan kis normális autószerű külseje van, nincs különösebb tűzijáték, nem lehet azt mondani, hogy innen nézve ez az autó ez különleges lenne, viszont ledes hátsó lámpákat azért kapunk, és nem mondom, hogy rosszul néz ki. Némileg hasonlít egyes Nissan régebbi modellekre is innen a Fiesta, de hát magán hordozza természetesen a Fiesta emblémát, illetve ott van, hogy EcoBoost hibrid erőforrás, tehát ez már egy mild hibrid rendszerrel ellátott motor, ami ott elől duruzsol, és ez is itt a Ford embléma is, még ablaktörlőnk is van, valamint egy mini spoilerünk, hogy hát biztos, ami biztos, azért a sportosság meglegyen, illetve PDC, a tolató radar, ami segít minket, és belül pedig grafikusan ki is jelzi a rendszer, hogy mennyire állunk közel valamihez. Itt lehet kinyitni a csomagtér ajtót,
ami 311 literes csomagteret rejt, és direkt lehajtva hagytam a hátsó üléstámlákat, hiszen így lehet igazán látni, hogy sajnos nem síkban dőlnek ezek, de a pakolhatóság szempontjából mindenképpen praktikus, hogyha ledöntjük és csak ketten utazunk, mert több mindent elnyer így a hátsó fele az autónak. A 311 liter pedig kis autó kategóriában nem rossz, nyilván azért arra elég pont, hogy egy-két kisbőrön vagy nagyobb szatyor elférjen itt, főleg úgy, hogy van a zacskótartónk is, de azért óriási, több ezer kilométeres útra mondjuk ezzel az autóval menni már egy picit neccesebb, de nem megoldhatatlan feladat, ami pedig jó, hogy nagyon magasra nyílik a csomagtérajtó, tehát én 185 cm-re simán aláférek, így a pakolhatósága is rendben van. Az egy megint másik kérdés, hogy azért itt a perem eléggé magasan van, szóval át kell hajolni egy kicsit rajta, de mivel alacsony az autó, így ezzel szerintem nem lesz probléma. Jöhet akkor a belső bemutatása. Egyébként tök jól lehet itt magunkat érezni, szóval úgy minden kézre áll, jó az anyaghasználat, az összeszerelési minőség és kiváló a zajszigetelés, tehát még autópálya tempónál sem éreztem azt, hogy túlságosan hangos lenne a beltér. A gördülési zaj volt a leghangosabb, de az az út minőségéből is fakadt, és úgy összességében nyilván azért számít az is, hogy milyen tempót autózunk, de a szélzaj nagyon alacsony volt, és nem lehetett azt hallani, hogy innen az ablakok felől, vagy esetleg a tükrök felől túlságosan nagy lenne a suhogás. Hát szokásos módon kezdjük akkor balról. Egy krómozott ajtónyitó kilincs, illetve lezáró kinyitó gombpárosunk, illetve itt van a 4 darab elektromos ablakemelőnk is a tükörállítóval egyetemben. Baloldat itt állíthatjuk a fényszórót, illetve magát a magasságát is a lámpának a világításának, illetve a ködlámpát is itt aktiválhatjuk. Amúgy elég sok a zongora lak, ami azért kevésbé dicséretes, tehát én nem örülök, mert ezek össze tudnak karcolódni ezek az elemek. Nyilván elegánsabbak, de szerintem feleslegesek, főleg azért, mert visszasillan rajtuk a napfény, és hogyha pont olyan szögben süt be a nap, akkor hát nem biztos, hogy jó lesz vezetés közben ez. A kormány nem néz ki rosszul, de kicsit nagyobb a kelleténél, tehát egy ilyen autóhoz nem a Peugeot-féle mini kormányt választanám, de ennél egy kicsit vékonyabbat és kisebbet, mert azért átérni hüvelykújjal és mutatójal nem olyan könnyű, azért itt a vékonyabb újmegyekkel vagy rövidebb újakkal rendelkezőknek ez nem lesz olyan könnyű feladat. Más kérdés, hogy itt ugye a gomboknak a segítségével már rögtön tudjuk vezérelni a tempomatot, illetve a hátul lévő kijelzőt is, ez mondjuk kényelmes és jól működő dolog, mert hogy van egy ilyen kis mini kijelzőnk itt középen, ami mutatja a fogyasztási adatokat, az adott fogyasztást, illetve a hatótávot és hogy hány kilométert tettünk meg. Jobb és bal oldalán pedig nem digitális óracsoportot láthatunk, hanem analógot, ez mondjuk egyáltalán nem baj, és így megfigyelhetjük többek között a fordulatszámot, a sebességet és természetesen azt is, hogy mennyi üzemanyag szintünk van. Van kapcsolónk, és van egy 8 incses kijelzőnk, amin a Ford Sync fedélzeti rendszer fut, Apple CarPlay és Android Auto támogatással viszont csak vezetékes formában tudja ezt, és hát nyilván a fedélzeti rendszer egyébként jól működik, a sebessége pedig nagyjából közepesnek mondható, tehát hogy nem lassú, de azért nem is szélsebes. Annak viszont mindenképpen örülhetünk, hogy fizikai gombok segítségével lehet a számokat léptetni, a hangerőt szabályozni, egyébként ilyen hangzással bír maga az autó. És ez még nem a legmagasabb felszereltség, de így is lehet élvezni azért a több hangszoron keresztül a különböző zenéket, és ha lejjebb kutakodunk, akkor még itt vannak érdekességek, többek között így a lamellákat lehet állítani, hogy merre fújjon a levegő, és fizikai gombok segítségével lehet többek között az ülésfűtést is módosítani, a szélvédőre irányítani a levegőt, illetve a hőfokot is bekalibrálni, illetve a fújás erősségét is megadni. Szerintem ez jól néz ki. Itt van a jelen esetben 6 fokozatú manuális váltó, majd erről beszélek, hogy milyen egyéb lehetőségeink vannak. USB csatlakozó, méghozzá USB-A és szivargyújtó, valamint van még 2 pohártartónk, egyiket már is foglalta ez a kis flaska, és van még itt is egy USB csatlakozónk belül, plusz természetesen egy kis helyünk arra, hogy elrakjunk bizonyos dolgokat. Az üléseknek a tartása egyébként jó, kényelmesek, rendben van ilyen téren is az autó, nem fogunk kidőlni a kanyarokban, és még megmutatom a kesztyűtartót, ami azért eléggé méretes, tehát sok minden belefér, ami pedig még fontos lehet, hogy világítással nem rendelkezik a napellenző, ebben az esetben a tükör pedig hát nem néz ki rosszul, de nem is a legesztétikusabb a világon, szóval azt lehet mondani, hogy a Ford Fiesta-nak a beltere az egyébként nem néz ki rosszul, jól lehet itt magunkat érezni, és egyébként csöndes, kényelmes is.
Kezdjük akkor az alapoknál, szóval motorizáltság. Többféle motorkínálatban érhető el ez az autó, de csak és kizárólag már benzines formában vásárolható meg. Van 1,1 literes szívó motor, ami 75 lóerős, városi használatra alig, hanem alkalmas, de hát azért nyilván autópályán már nem biztos, hogy azzal az autóval fogunk virgonckodni. Ha valaki inkább erősebb erőforrásra vágyik, akkor ott van az 1 literes, amiből van 100, illetve 125 lóerős is. Hozzám a 125 lóerős EcoBoost hibrid került, ami lényegében egy mild-hibrid rendszerrel, tehát 48 voltos indítómotor generátorral ellátott motorizáltságú autó. Ez abban segít, hogy egy kicsit a gyorsításban, illetve nyilván a start-stop rendszer működésében érezhetünk előnyöket. A start-stop rendszer az egyébként egy gombbal kikapcsolható, ez nyilván kényelmes, és hát én nem tudom, az automatizáltságomnak köszönhetően én kapásból azt a gombot meg is szoktam nyomni. Engem zavar, hogyha leáll az autó, pedig érdekes, mert például akkor is leállítja a motort, hogy a kuplung be van nyomva teljesen, ez azért nem minden autónál van így. Szóval a kuplung lenyomására még nem reagál a start-stop rendszer, ellenben, hogyha már fokozatba rakjuk, akkor igen, azonnal beindul a motor. Igazából mire ezt a folyamatot végrehajtjuk, addigra már be is indul a motor, szóval én speciál nem éreztem ennek a hátrányát, de ettől még az első dolgom volt ezt kikapcsolni, mert én speciál nem szeretem. Amúgy egyébként egész finoman működött. Magának a motornak a járása hát nyilván azért érezhető, hogy 3 hengeres, 998 köbcentis ez az erőforrás. A hangja nem túl szívderítő, de egyébként nem is annyira tragikus, és nem hallatszódik be a motortérbe. Hogyha pörgetjük, akkor nyilván igen, de autópálya tempónál tényleg nagyon csöndes amúgy összességében a beltér. Hogyha pedig valaki igazi vadorzó szeretne a feneke alá, akkor ott van az 1.5-ös EcoBoost-tal szerelt ST, ami aztán tényleg egy dög 200 lóerővel, egy ilyen, alig több mint 1,1 tonnás kasznál egy akkora teljesítmény bizony, nagyon jó menetdinamikát eredményez. De maradjunk csak ennél a 125 lóerős EcoBoost hibridnél, ami alapvetően tényleg elég minden helyzetben, tehát nem csak autópályán, hanem városban, városon kívül is. Én amikor 130-140-nel mentem, akkor is még volt ereje az autónak, nem azt mondom, hogy amikor ráléptem a gázpedálra, akkor nagyon megindult volna, de minden helyzetben elegendő volt, amit igazából Magyarországon a KRESZ szabályok engedélyeznek, és hát a váltónak az áttételezése is teljesen rendben van, ugye az alapváltozathoz 5 fokozatú manuális jár, itt pedig 6 fokozatú manuális az, amivel kaptam az autót, de akár 7 fokozatú PowerShift dupla kuplungos, nem túl jó hírben álló váltóval is lehet vásárolni ezt az autót. Hát nyilván a kényelem az fontosabb lehet, mint akár a kapcsolatosság, de itt is jó a kuplungnak a nyomáspontja. Pont nálam van egyébként érdekes módon a Skoda Fabia is, annak a kuplungja könnyebb, mint ennek a Ford Fiesta-nak. A kapcsolatosság a váltónak viszont mind a kettő esetben itt is nagyon jó és kényelmes, nem kell azért túlságosan erősen nekünk berakni a fokozatokba, jól lehet ide-oda rakosgatni ezt a váltót, és egyébként jó helyen is van, mondjuk a könnyök támasz ebben összességében segít. A gáz és fékpedál reakciója is rendben van, tehát nincs az a nagy várakozás, amikor lenyomjuk a gázpedált, elől tárcsa, hátul pedig dobfék található, ami alapvetően nem probléma, de egy kicsit a fékhatás megindítását befolyásolja, mert maga a fékezés az erőteljes, viszont az elején, amikor lenyomjuk a fékpedált, akkor még nem indul meg annyira a fékhatás, tehát egy kicsit várni kell, utána viszont annál agresszívebben, tehát mindenképpen hozzá kell szokni ehhez. Kormányozhatósága is szerintem elég responszív, ahogy az az autó, hogy akár még egy kicsit hát dinamikusabb közlekedést is lehetővé tegyen az autó maga. Szóval a váltó és motorizáltság terén ez a helyzet, hogyha pedig a futóműre térek át, akkor elől megferzon, hátul pedig torziós ruddal kapcsolt hosszlengő karos a futómű. Nem ez a legfejlettebb megoldás azért messze a piacon, de kihozták a mérnökök belül, amit ki lehetett. Ez azt jelenti, hogy összességében, hogyha egy kicsit ilyen hepehúpásabb, göröngyösebb útszakaszra tévedünk, vagy hát a magyar utakon nem kizárt, hogy olyan útszakaszon megyünk, ahol sok a kátyú, vagy esetleg eléggé hullámzik az úttest, akkor is tök jól tudja csillapítani és kényelmes lesz. Nyilván nem ezzel az autóval fogjuk a legmenőbb szerventineket keresni. Nem lesz túlkormányzott vagy alulkormányzott sem a kocsi, de azért vezethetőség szempontjából nem is egy fókusz fejlette futóművel rendelkező legalábbis, mert most már ott is azért külön kell bepipálni, hogyha valami komolyabb megoldást szeretnénk, de szerintem ez a Fiesta nagyon jól vezethető úgy összességében, és ehhez pedig a futómű is nagyon kényelmesen hozzájárul. Hogyha pedig a fogyasztást nézzük, akkor szerintem maximálisan elégedettek lehetünk. Kis autó és végre kis fogyasztás.
szállás is. Ha országúton közlekedünk, akkor simán 5 liter körül tartható az átlag. Egyébként van is a fedélzeti rendszerben egy ilyen nagyon hosszú távú elmentett adat, ami 3500 km alatt 5,3 literes fogyasztást jelentett. Ez valószínűleg agglomerációból belvárosba közlekedést jelentett, vagy pedig főleg ilyen országutas tempót, mert tényleg ez a 4,5 liter, ez a minimum, amit azért ki lehet hozni ebből az autóból. Hogyha városban közlekedünk, akkor nyilván ott a 6-6,5 liter, esetleg 7, hogyha nagy dugó van, amit bekajál az autó, de még az sem tragédia. Én szerintem persze minden függ attól, hogy milyen váltótól, mennyire nyomjuk, hogyha zöldre vált a lámpa a gázpedált, illetve tényleg úgy a vezetési stílusunk is azért fél egy litert is nyomat alatba, de szerintem ez az 5 és 7 liter közötti fogyasztás az, ami a mindennapokban reális, ezzel pedig én személy szerint abszolút elégedett vagyok, annak ellenére, hogy még vannak olyan emberek, akik még ennél is kevesebbre számítanak, hát az még mindig a dízelnek a velejárója inkább. Vezetősegítő asszisztens szolgáltatások terén pedig hát a legfontosabbakat mindenképpen megkapta az autó, ilyen a táblafelismerés, vagy ilyen például a keresztforgalom figyelés is bizonyos modelleknél, itt jelen esetben pedig a sávelhagyás figyelmeztetés, illetve az éberség figyelő az, ami rendelkezésünkre áll, hogyha pedig belevesszük, akkor van még tempomatunk, illetve tolatóradarunk is, ami grafikusan ki is jelzi, ugye, ahogy elmintettem, hogy milyen távolságra van mögöttünk egy autó, vagy bármilyen más tárgy. És hát a Ford Fiesta sem olcsó most már sajnos, tehát nem lehet azt mondani, hogy kis autó, akkor kis pénz, tehát kis pénz, kis foci, hanem sajnos azért bele kell törődnünk abba, hogy a legalap felszereltségű modellér is majdnem 7 milliót elkérnek. 6,72 millió forintba kerül ugyanis a 75 lóerős 1,1 literes, én biztos, hogy hozzátennék még 200 ezer forintot, és inkább megvenném a 100 lóerős 1 literes EcoBoostot. Hogyha pedig az EcoBoost hibridet szeretnénk, akkor 7,37 milliótól kezdődik a buli, ehhez pedig még fél milliót kell hozzápakolni akkor, hogyha valaki automata váltót szeretne. Nyilván felszereltség függvényében még azért sok 100 ezer forinttal megtolhatjuk a végösszeget, hogyha például téli csomagot kérünk, ami ugye szélvédő fűtést is tartalmaz, az 125 ezer forint, 275 ezer forint a multimédiás egység, hogy azért legyen itt egy érintő kijelzőnk, egyébként ebből is kérhető nagyobb, szóval lehet itt még azért hozzá rakosgatni, de hát ez minden autógyártónál így van, hogyha pedig a csúcsot szeretnénk, akkor 9,7 millió forinttól indul a 200 lóerős ST, hát az nyilván egy dög, nyilván egy vadorzó, nyilván teljesen más vezetési élményt garantál, de hát arra valószínűleg azért kisebb lesz az igény, mint ezekre a kisebb autókra, kisebb motorizáltsággal, és most még nyomtam egy kisebb gázfröccsöt, hogy nagyjából hallatszódjon a motornak a hangja, ezt tudja egy ilyen 1 literes mild hybrid erőforrás, nyilván árban egyáltalán nem csekély ez az összeg, és még azért vannak konkurensek, pont ahogy említettem, többek között a Fabia is. A Fiesta viszont mindig is egy ilyen kis buli autó volt, kis aranyos jármű, ami egyébként szerintem egy-két, de akár három fő számára is még abszolút elegendő, kellemes a csomagtérnek a mérete is ahhoz, hogy azért rövidebb utakat megtegyünk, a kényelem abszolút rendben van, a csendessége pedig tényleg átlagon felüli szerintem. Hogyha pedig valaki ezt meg szeretné vásárolni, akkor szerintem az Autocentrum Szabóhoz nyugodtan befáradhat. Mondjuk, hogy mennyi a várakozási idő most erre a típusra, azt pont nem tudom, de valószínűleg nem lesz az, hogy bemegy valaki és már ki is gurul egy ilyen autóval. Sajnos a chiphiány miatt azért elég komoly a várólista. Én köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen az Autocentrum Szabónak is, hogy biztosította a tesztelésre ezt a modellt. Szerintem abszolút jó, de mindenki próbálja ki, hogyha valaki esetleg ezt nézegeti. Ne felejtsetek el követni a TikTokon sem a rövid videók miatt. Szép napot kívánok mindenkinek! Sziasztok!